Magyarország déli részén a Duna-Tisza közén fekszik Kisszállás, a bácskai Feketeföldek és a kunsági homok választóvonalán. A Szeged és Baja között félúton található településen az Újratanulok program keretében közel 20 hölgyet, asszonyt foglalkoztatnak. Sajnos itt a településen 90 óta több mint 900 munkahely szűnt meg, és egy 2500 lakosú településen, ha 900 munkahely megszűnik, akkor az nagyon nagy munkanélküliséget vet föl gyakorlatilag. A hölgyek között is most ugyan nincs jelen, de a 20 évestől az 50 évesig dolgozik, tanulnak egymástól is az emberek. Én tavaly kezdtem ezt a közmunkát, idáig, vagy addig volt munkahelyem, tehát a szakmában dolgoztam. Hát, kicsit szokatlan nekem, mert én gépekkel dolgoztam eddig. Gépi kötő vagyok, ilyen felső kötött árukat készítettünk. Ehhez képest a mezőgazdaság teljesen hát, más. Hát más. Hát, ami részemet kivettem, az gyermekkoromban volt. Hát az sem most volt. Borgonya került ide erre a területre, és én úgy gondolom, hogy meg vagyok elégedve a saját munkánkkal is, meg hát hál' Istennek attól függetlenül, hogy rengeteg eső esett, ezt azért eléggé tisztán tudtuk tartani. Nagyon sok mindent tanultunk. Igaz, hogy otthon is foglalkozok kerttel, de sok mindent tanultunk itt is. Úgy a vegyszerezéstől kezdve azért növényápolás, sok mindent megtanultunk. Az elméleti vagy a gyakorlati része tetszik jobban a feladatoknak? Mindkettő. Mindkettő. Sok mindent megtanulunk úgy elméletbe is. Ugye, mink itt például a vegyszereknek a nevét, ugye csak úgy elméletbe tanuljuk, mert azért férfiak vegyszereznek itt. Két-három fős csoportokban műveltük a kerteket eddig. Mikor lehetőségünk van ugye az időtől, hogy kimenjünk. Nincs az a nagy eső, hogy elgazosodjanak a kertek, de szerencsére tavaly nem volt ilyen. Hát mivel sajnos, ugye, amit említettem, a környékünkön nincs más lehetőség arra, hogy elmenjünk dolgozni. Így igen, szeretnénk, ha jövő évtől is vagy újabb program indulna, vagy pedig tudnának foglalkoztatni továbbra is bennünket. A itt megtermelt termékek folyamatosan, ahogy lehet betakarítani, bekerülnek az üzemi konyhára és gyakorlatilag a középkeztetésbe, illetve a lakossági étkeztetésbe, tehát a szociálisba, illetve aki megrendeli az ebédet a konyhán, azok részére kerül felhasználásra. Jelen pillanatban 7-8 borda van, ahol a kertekbe végezik a művelést, illetve az önkormányzati földterületet, ami korábban bérbe voltak adva, folyamatosan mondjuk fel a bérleteket, és így bővíteni tudjuk a területet, tehát nagyobb területen tudjuk ezt a munkát végezni, és szinte a konyhának valamennyi zöldség alapanyagát elő tudjuk állítani.